Mi elkezdtük. Reméljük, hogy összefogással, segítséggel folytathatjuk. Köszönjük a jelenlétüket, és Isten áldja meg minnyájuk életét, és megkérem végül püspökatyát, hogy áldásával bocsásson útjára bennünket. A Keszthelyi Szent Család templom 1990. augusztus 26-án ünnepélyes pillanatok, amikor dr. Léber Mihály a hívek előtt is megnyitotta a nyugati városrészben felépült templomot, amit a közösség kérésére építettek. A lelki közösség, a szakemberek, Mihály atya és testvérei aktívan részt vettek Istenházának megépülésében. 1990-ben már 10 éve Keszthelyen teljesített szolgálatot Léber Mihály atya, akit Győrben szenteltek pappá 1971. június 17-én. Az 50 éves aranymiséjét egészségi állapota miatt dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri megyés püspök mutatta be. Nagyon régóta ismertem őt, a központi szemináriumban volt ő vicerektor, én pedig spirituális, tehát kollégák voltunk, és onnan került aztán ide Keszthelyre plébánosnak, ahol elég hosszú ideig volt. Hát itt is többször jártam nála, édesem is itt lakott, és láttam, hogy sok mindent tett, tehát többek között ez a templom is, ahol most vagyunk, az ő működésének köszönheti a létét, és egy dinamikus ember volt, aki állandóan úton volt, állandóan dolgozott, mindig csinált valamit, tele volt tervekkel. Léber Mihály atya 1980-tól volt a magyarok nagyasszonya plébánia templom plébánosa, és emellett püspöki tanácsosi feladatokat látott el, teológiát és hitoktatást tanított, később tiszteletbeli kanonok címzetes esperes volt, és 2004-től címzetes prépostként szolgált. Meghatározó szerepe volt a Ranolder János római katolikus általános iskola létrehozásában. Keszthelyi munkássága során mindig nyitott volt a társadalmi kapcsolatokra, aktívan részt vett a város közösségi életében is. Segítő szándékkal közreműködött a főtér rekonstrukció előkészületi munkálataiban. Bármilyen feladatot vállalt, a szülői ház és 5 testvére volt a legfontosabb, emlékeztek hozzátartozói. Nagyon jól megélte a hitét, és tudta közvetíteni az emberek felé, összefogni őket szeretetre, imádságra, nagyon sokat kirándultak, és nagyon jó kis közösség alakult ki itt Keszthelyen. És ezt mind Veszprémben mi így láttuk. Tehát elég gyakran otthon volt, mert tanított a hittudományi főiskolán, tehát szinte hetente megfordult, de rövid időre, mert sosem ért rá, mindig rohant. Léber atya személyére, áldozatos munkájára a magyarok nagyasszonya plébánia templom egykori káplánya, 11 éve plébánosa, Tál Zoltán is szívesen emlékszik vissza. 2 évig voltam vele együtt, valóban egy nagyon praktikus, nagyon agilis, hívekért tetrekész szembet ismertem meg benne, úgyhogy nagyon örülök, hogy a papi életem legelején mellette lehettem, sok mindenre rávilágított, sok mindenre megtanított, hogy hálás vagyok érte, hogy 2 évig mellette lehettem, mint káplán. Az aranymisét követően köszöntötték a hívek dr. Léber Mihályt, közös képek készültek a nevéhez fűződő templom kapujánál, majd szeretett uzsonára várták a megjelenteket a templom kertjében.